Dávid Istvánék 1995 óta vezetnek éttermet, az Aranyfácán nevű egységgel kezdték, majd bővítették vállalkozásukat két bázisra, így született meg a Kelecsárda is. Családi vállalkozásként működünk, a feleségemmel közösen vezetjük a céget. Hogyha nincsen annyira igény a fizikai munkánkra, hétfőnként a konyhán dolgozunk, mint szakácsok, ott is talán megálljuk a helyünket, egyébként meg inkább az üzletvitelt vezetjük. A menüztetés része is nagyon-nagyon jó, tehát 2000-es évektől kiszállítunk, tehát olyan 24-25 éve menüház szállítással foglalkozunk. A Covid alatt egy picit még jobban felugrott a házhoz szállítási igény, tehát az emberek megszokták a kényelmet egy picit, és ugye nekünk ez nagyon jó, úgymond jól jött, tehát üzletileg egy picit azon is tudtunk javítani még az üzleti forgalmunkon. Hát körülbelül 4-500 embert látunk a két étteremben egy nap. Van saját olyan tanulónk is, akiből mesterszakács lett. Van olyanunk, aki külföldön mindenféle étteremben megállja a helyét. És vannak pincértanulóink, szakástanulóink, és ezen belül van a vállalati képzésünk, ahol saját a dolgozókat is képezzük. Jelenleg 5 tanulónk végzett szakácsként, egy pincérként, és 3 tanulónk van, és szeptembertől jönnek az újak, tehát 8 új tanulóval fogunk ezen túl dolgozni. Volt a vendéglátásban egy kis pangás, tehát munkaerőhiány alakult ki a különböző okok véget, azt most nem is sorolnám föl. Azon én nagy volt az elvándorlás, és szerettünk volna saját nevelésű szakácsokkal és pincérekkel dolgozni. Innen indult az ötlet, és ez körülbelül, hát ez 20 éve folyamatosan bővült, úgyhogy minden több tanulót képezünk. Hát a Magyar László, Dunaföldvári Magyar László gimnáziumban vannak a tanulóink, és nagyon jó kapcsolatunk velük. Sós Zsoltot felvették tanulmányai befejezése után a Kelecsárdába. A Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum Magyar László Szakképző Iskolában tanult 3 évig. Először cukrászott egyben a szakácsa, és akkor így épült egyre jobban a szakács szakmára, és akkor így tanultam meg a hús előkészítéstől a főzés minden alapját. Szerettem a képzést, az oktatás az jó volt, mert viszont volt nekünk egy elég kemény főszakácsunk, tanárunk, aki nagy szakács volt már kint külföldön is, meg itt Magyarországon is. Szerettem a képzést, az oktatás az jó volt, mert viszont volt nekünk egy elég kemény főszakácsunk, tanárunk, aki nagy szakács volt már kint külföldön is, meg itt Magyarországon is. A duális képzés sok előnyt hordoz magával, munkáltatóknak és munkavállalóknak egyaránt, amit a Kelecsárda, valamint a felszolgáló és szakács növendékeik is jól tudnak hasznosítani.